A két könyv egy időben, karácsony előtt néhány nappal került a boltok polcaira. Az interjúkötet első változata közel egy évtizede készült, amikor Székely Jánost esztergomi segédpüspökké választották. Ezt egészítették ki az elmúlt évek történéseivel. Sok személyes történet, a családi háttér bemutatása, a papi hivatás örömei és nehézségei mellett a Magyar Katolikus Egyház feladatairól is szó esik. Én arra törekedtem, inkább azt mondhatom, hogy igyekeztem objektív maradni, tehát nem adni a személyes szimpátiámnak teret, hanem úgy, ahogy egy külső ember is őt láthatja, megítélheti. Én azt hiszem, hogy aki ismeri, akár ezen a könyvön keresztül, az megtudja, hogy itt egy nagyon őszinte élő hitről van szó. Nem egy felvett állarcról, egy pózról, egy szerepről. Ami nagyon nehéz volt a könyv készítése során, hogy pontosan az, hogy megnyitni és önmagáról beszéljen, hiszen ő nem önmagáról akar beszélni, nem önmagát akarja előtérbe tolni, hanem azt a szent ügyet, amiért ő él, amit szolgálni kíván. Az elmélkedéseket tartalmazó kötet lelki gyakorlaton elhangzott beszédek írott változatát tartalmazza. Egyes részei elsősorban házasságban élőknek, vagy házasságra készülőknek, míg más írások a papokhoz, szerzetesekhez, vagy éppen az istenkeresőkhöz szólnak. Ebben a könyvben a legkedvesebb igazságok, élmények, érzések vannak benne, amiket szeretnék sokfajta módon az engem hallgatóknak átadni. Talán ha egy gondolatban össze lehetne foglalni, akkor valami ilyesmi rajzolódik ki az elmékedésekből, hogy a világ szeretetből van, a Teremtő Isten szépségéből, jóságából csordul túl a világ, és mi is erre születünk, hogy szeretni tanuljunk, az életünket odaadjuk. A nehézségeken át is, bármilyen körülmény között lehetséges az életünket ajándékká tenni. A könyvbemutatót követően Székely János dedikálta a kiadványokat.